fokozatosan nyitja újra szállodáit a Hungest Hotels. Így június 12-én pénteken már a Gyulai Hotel Erkeli szélesre tárja kapuit a vendégek előtt. A fürdőváros mellett a tapolcai, valamint a nyíregyházi szálloda válik elérhetővé. Plexiből készült védőfalakat helyeztünk el minden olyan pulton, ahol a vendég és a személyzet kontaktál egymással. Ez remélhetőleg megakadályozza azt, hogy esetlegesen a cseppfertőzés útján bármilyen betegség terjedhessen a szállodában. Az újranyitást fokozott járványügyi óvintézkedések előzik meg. A Hungest Hotels saját Covid kódexet készített, melyből valamennyi munkatársuk vizsgáltat még az újranyitás előtt. A szálló vendégek biztonsága érdekében fokozott és szigorú higiéniai szabályokat vezettek be, amelyeket folyamatosan ellenőriznek. Többek között ilyen kézfertőtlenítő készülékeket helyeztünk el a szálloda több pontján. Nagyon egyszerű a kezelése, vendég alá tartja a kezét, a kijövő folyadékot eldörzsölje az ujjai között. A közösségi terekben fertőtlenítő pontokat alakítottak ki, a megfelelő távolságtartás érdekében tágasabb elhelyezést biztosítanak az éttermekben, a wellness pihenőterekben és minden közösségi térben, így a recepciós pultnál is. Tóth Gábor, a Gyulai Szálloda igazgatója elmondta, a kényszerpihenő alatt az RK Hotelben felújítás nem történt. Az alap karbantartási munkálatokat és az egyéb javításokat végezték el. Hangsúlyozta, várták, hogy minél hamarabb nyithassanak, így nem mertek nagyobb felújításba belekezdeni. A vendégtérben dolgozóknak kötelező lesz a szájmaszk viselése, bizonyos munkakörökben pedig kötelező lesz a védőkesztyű használata is. A vendégek kiszolgálásában olyan intézkedéseket vezettek be, hogy az átfertőződés veszélye a lehető legkisebb legyen, ha véletlenül valaki vírushordozóként érkezik a szállodába. Holnap várjuk az első vendégeket, 12-ével nyit újra a szálloda. Ahhoz képest, hogy nagyon sokáig nem tudtuk, hogy mikor fogunk megnyitni, és ezáltal nem voltak nyitva a foglalási rendszereink, illetve az érdeklődésekre azt mondtuk, hogy bizonytalan még a nyitás. Ahhoz képest már az első héten is elég bizalomkeltőek a számok, bár még nem a régi fénye a szállodának, amennyi vendég most fog érkezni, de a második héttől kezdve már egész szép számokkal tudunk dolgozni, már úgy fogunk kinézni, mint egy igazi szálloda. És aztán a nyár, az pedig már kimondottan biztató jelekkel büszkélkedik, már félházak körül vagyunk, és hát még addig sok idő van, úgyhogy reméljük, hogy ez még följebb is fog menni. A belföldön piacvezető szállodalánc a megváltozott körülményekre tekintettel az általánostól sokkal rugalmasabb foglalási feltételeket kínál. Június végéig a lemondás és az átfoglalás akár 48 órával az érkezés előtt is ködbérmentesen megtehető.